Az arányos városfejlesztés jegyében valamennyi település részen folyamatosak a beruházások. Az elmúlt 5 évben megszépült a Vizslapark, csak nem 8 hektáros területe, valamint az Arany János utcát teljes hosszban korszerűsítették. A tömbelsőben is folyamatosan és szisztematikusan haladunk Bali Zoltán képviselő úrnak a javaslatára. Ennek jegyében most ez a Jókai utcai felújítás is teljes mértékben elkészült, és nagyon fontos, hogy figyeltünk arra az általunk kialakított szabályra, amelynek a lényege az, hogy mindig először újuljanak meg a közművek, tehát minden, ami a föld alatt van, és csak utána aszfaltozzunk, építsünk utat, járdát, mert akkor nagy valószínűséggel nem kell a felújítás után hamarosan felbontani ezeket a szakaszokat. Ezzel a fejlesztéssel a környéken élők régi álma valósult meg. A rossz állapotban lévő töredezett járda csak nem 300 méteres szakasza új burkolatot kapott. Repedések voltak a fáktól, a fű kinőtt, úgyhogy nem lehetett normálisan közlekedni. Főleg sok idős lakik itt, még nálam is idősem, úgyhogy őnekik meg nagyon nehéz volt, és örültünk nagyon. Mindenki örül, hogy végre, azt hiszem 50-60 év után kaptuk ezt a járdát, mert az eredeti volt még. Az elmúlt évben a KEHOP 70%-os támogatásával a Jókai és az Arany János utca környezetében 1200 méteren átépítették a szennyvíz csatornát. Volt, ahol gázvezeték rekonstrukció is megvalósult, volt, ahol egyébként ivóvízvezeték és csapadékvízelvezető rendszert is meg tudtunk újítani, és ehhez kapcsolódóan döntöttünk úgy, hogy a Kovács Károly városépítő program keretében, ha már egyébként a vezetékeket felújítottuk, akkor lehetőség szerint mind az út, mind pedig a járdaburkolat megújuljon. Most ennek a projektnek a keretében egyébként 162 folyóméter hosszúságban, innentől az Arany János utcától egészen a Mikas Kelemen utcai csatlakozásig teljes egészében fel tudtuk újítani az útburkolatot, teljes egészében meg tudtuk újítani mind a két oldalt a járdaburkolatot. A régi szegélyek helyett újak kerültek a közterületre. Víznyelőaknák építésével, valamint cseréjével a csapadékvíz elvezetését is megoldották. A munkák tovább folytatódnak a városrészben, az önkormányzat még idén elkészíti a terveket a szervizutak rendbetételére.